Elsöprő győzelmet aratott Vlagyimir Putyin a tegnapi orosz elnök választáson, és minden eddiginél magasabb volt a részvételi arányról. Jó reggelt kívánok, Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, ez pedig már a napindító, és köszöntjük a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Kezdjük, jó reggelt kívánok! Elsöprő győzelem, 87%-os győzelmet aratott Vlagyimir Putyin, de 2018-as választáshoz képest elsöprő volt szintén a részvételi arány. Több szempontból lehet fejtegetni az ő győzelmét, hogy minek köszönhető. Nagyjából meg is jósolták az előzetes különböző felmérések, hogy valószínűleg ő fog nyerni, de közben olyan dokumentumok kiszivárogtak, nem tudjuk, hogy honnan, de valószínűleg orosz titkosított dokumentumok, amik azt mondták, hogy nagyon megágyaztak ennek a szavazásnak. Kezdjük talán a részvételi arányjal, mert szerintem ez nagyon fontos. Minek volt köszönhető az, hogy ennyien az urnákhoz fáradtak? És bocsássam, hogy ötlenül, de azt mondom, nagyon fontos azt kiemelni, hogy ezek az adatok egyelőre még nem végeredményszerűek, de gyakorlatilag tükrözik majd a valóságot, a hivatalos végeredményekre papíron még várni kell. Több megjegyzésem van. Egy, ugye többször elmondtam, hogy van egy egyiptomi közmondás, amelyik azt mondja, nem az a lényeg, hogy te kire szavazol, a lényeg, hogy kiszámolja a szavazatokat. Ez igaz. Kettő. Tudom, hogy ilyet nem illik mondanom, le kellett adnom egy cikket, ami jövő héten jelenik meg, és értékelnem kellett a orosz választást. Én a választások előtt két nappal leírtam, hogy Putyin nyer, különösebb zsenialitása ez nem kellett, egyértelmű volt. Három. És ez a lényeg. Gyakorlatilag ellenzéki nem indult. Három olyan ember indult, aki a putyini politikát próbálta követni, semmi súlyuk nem volt, most azt, hogy ők kaptak együttvéve 12,1%-ot, elosztom, ez 4-4-4, nincs jelentősége. Rendkívül érdekes volt, hogy 12 órára ilyen csöndes néma tüntetést szerveztek. Az is érdekes volt, hogy a Navalnyi felesége színre lépett Berlinbe, semmi súlya nem volt, de a világ összes híradója bemutatta, elment a orosz követséghez, bement, kijött, elmondta, hogy a férjére szavazott. Szóval nekem ezek érdekesek voltak. Első perctől kezdve egyértelmű volt, hogy Putyin győz. A kérdés az volt, hogy milyen programmal fog előállni utána, ez most már bekövetkezett. És eldőlt már az is, mert mondott egy rövid beszédet még a egyik választási párt központban még éjszaka most már a virradólag, ott pedig néhány fontos dolgot megfogalmazott. Egyik a katonai hadművelet volt, annak a sikere és annak a folytatása, illetve a másik dolog pedig az volt, hogy ha béketárgyalás Ukrajna kapcsán, akkor el kell dönteni Moszkvának az, hogy kivel, kikkel egyeztet, ezzel ki is zárt a Kijevet. Mi volt ennek a lényeg, amit éjszaka mondott Putyin? Rengeteg dolgot mondott, tehát ön a lényeget jól kiemelte. Első pont. Nem Kijevvel kell tárgyalni. Második, mit mondott Zelenszkij, a választás érvénytelen, Putyinnak Hágába bíróság előtt lenne a helye. Ez nem javítja a béke feltételeit. Három, mit mondott az amerikai elnök, hogy ez a választás nem volt fair, stb. Lehet. De tessék mondani, a 4 évvel ezelőtti amerikai választás mennyire volt fair, ahol bizonyítani lehet, hogy apróbb szépséghibák történtek a szavazásnál. Én úgy gondolom, hogy a választás Biden valószínűleg megnyerte volna a trükkök nélkül is, de bevetették a trükköket. Tehát neki erkölcsi alapja, hogy ő Moszkvát bírálja, azért nem nagyon van. Következő. Színre lépett jó pár nyugat-európai ország, hogy nem fogadja el a választások eredményét. Én ma reggel, mielőtt idejöttem, szokás szerint végignéztem a német híreket, ott benne volt, hogy a német államfő Frank-Walter Steinmeier nem hajlandó Putyinnak gratulálni, mert nem fogadja el a győzelmét. Tehát rengeteg dolog történt. Mi a putyini beszéd lényege? Mostantól egyes számú feladat háborút megnyerni, nem Ukrajnával tárgyalni, hadipart felfejleszteni. Ezek a stratégiai pontjai és céljai most Oroszországnak. Mennyire fogja a stratégiáit egyébként Vlagyimir Putyin most a választások után megváltoztatni az orosz-ukrán háború szempontjából? Ő annyira változtatja meg, amennyire a frontvonalak változnak, új ukrán főparancsnok van, az előzőt megfosztották katonai beosztásától, népszerű volt 30%-a, mint Zelenszkij, elküldték teljesen törvénytelenül Londonba, még a agreement se kérték ki, amit minden nagykövetnél ki kell kérni, hanem Zelenszkij telefonált Londonba. Tehát rengeteg dolog változott a ukrán politikába, Ukrajna látszik, hogy gyengül. Hihetetlen érdekes, ha nem kapja meg a beígért 60 milliárd dollárt, amit a USA ígért, akkor az ország összeomlik. Putyin ezt tökéletesen látja. Nyilván nem csak a nyugati hírszerzés van Oroszországban, az orosz hírszerzés is benn van Ukrajnában és a világ számos országában, tehát jönnek ilyen és olyan információk is, és Putyin fölkészül arra az esetre, hogy kivel kell békét kötnie. Ha novemberben győz,
Trump abban a pillanatban, Trumppal együtt kell működni, január 20-a beiktatása, ha nem győz, akkor meglátjuk, mi lesz. Én néhány csavart várok még amerikai választásokon, én azt várom, hogy augusztusban Bident visszaléptetik, a Trumppal szemben elképesztő mennyiségű propaganda hadjárat fog megindulni, tehát meglátjuk, hogy ennek mi lesz a hatása. Háromnapos volt az orosz elnök választás, de már csütörtökön múlt héten egyes területeken leadhatták a szavazataikat többen. Akkor azt mondta Vlagyimir Putyin elnök, mikor arról kérdezték, hogy hogyan tovább a különleges katonai hadművelet, hogy most, amikor nem úgy áll Ukrajna, hogy azt szerette volna, nem most akarjon tárgyalni Ukrajna, mert nincs abban a helyzetben. Tökéletesen felismert és üzent is ezzel Kijevnek, sőt a nyugatnak is, hogy ő most egyelőre nem tárgyal. Ezt meg is erősítette gyakorlatilag a mostani éjszakai beszédében. Így van, és azt mondta, hogy ha Macronnak ilyen idézőjelben zseniális ötletei vannak, hogy atomfegyvert bevetni, akkor mondjon egy béketervet, és üljenek le arról tárgyalni. Nekem nagyon érdekes a macroni politika, ugyanis pár hónappal ezelőtt ő még a békéről beszélt, most pedig arról, hogy Franciaország atomhatalom. Volt egyszer egy Lyndon B. Johnson amerikai elnök, aki azt mondta De Gaulle-ra, hogy olyan erősnek szeretne látszani, mint amilyen gyenge, ez igaz Macronra. A francia atomütőerő az orosznak az 1%-a. Hordozó rakétákban a közelében nincs, ütőerőben a közelében nincs. Tehát a mostani macroni politika azért idézőjelben kiverte a biztosítékot amerikaiaknál, briteknél, németeknél is. A weimari háromszög most ülésezett, de senki nem azt emelte ki, hogy mind a három ország más képviselt, hanem azt emelte ki, hogy együtt támogatják Ukrajnát, ami igaz, de a stratégiai célokban nem, semmi közeledés. A macroni politika már csak azért is érdekes, mert most már nem csak Franciaország nevében állítja azt Macron, hogy csapatokat kell küldenie, igen, hanem tulajdonképpen már az Egyesült Államoknak is ezt javasolja, hogy ők is küldjenek csapatokat, ami szerintem ilyen értelemben egy eleve már ugye Franciaország részéről ez a kijelentés, ez nem csak hogy megalapozatlan, de teljesen irreális, és nyilván ez a harmadik világháborút jelenteni, de az Egyesült Államokban hogy beszélhet egy francia elnök? Szóval ezt diplomáciai szempontból is akár ez hogy férhet bele? Amerikaiak nem fognak küldeni csapatokat, ezt leszögezték már korábban. A Bidenik első percben leszögezték, de érdekes volt a Zelenszky színre lépése. A Zelenszky azt mondta, hogy nem kér a macroni politikából, azért ez ritka Ukrajnától, nem kér NATO csapatokat, csak idézőjelbe pénzt és fegyvert kér. És elmondta azt, mindig elmondja, hogy milyen fegyvereket kér. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy Zelenszky a konfliktust eszkalálni szeretné, de nyugati csapatok nélkül, mert annyi esze van, hogy tudja. Nagyon kár, hogy a Macron ezt nem látja, hogy a nyugati csapatok jelenléte a harmadik világháborút hozná abszolút közelbe, ami életveszélyes, és nem túlélhető, és atomháború lenne. Tanár úr, a múlt hét végén találkozott, igen, három meghatározó politikus, ezt kezdtük el most taglalni, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, Olaf Scholz német kancellár, és Donald Tusk ellenzékiből, de mégis miniszterelnök javasolt lengyel kormányfő. És ott most ez a hármas valamelyes nagyon úgy tűnik, hogy egy követ fúj, talán Scholz egy picit kivétel, ha csak a taurusokra gondolunk, akkor ezt elmondhatjuk. Igen, csak megint a kérdés az, hogy mibe fújnak egy követ. Egy dologba, hogy támogassuk Ukrajnát, az összes többiben nem. Mi volt a elképzelés, hogy Németország szállítson Tauruszt Ukrajnának? Végnéztem a német belpolitikai vitákat röviden. A pártok döntő része támogatta, de a Bundestag a parlament szavazásán a három kormánypárt fősorakozott Macron mögé. A három ellenzéki pártból kettő szintén... német kancellár Scholz mögé, a három ellenzéki pártból pedig kettő azt mondta, hogy nem szállítunk rakétákat. Ez az egyik pont. Mi volt a brit válasz? Oké, mi megvesszük ezeket a tauruszokat, odaadjuk Ukrajnának. Német válasz nem. Mi lett a következő brit válasz? Mi megvesszük ezeket a rakétákat, szolgálják Nagy-Británia védelmét, és mi adjuk át a mi rakétáinkat Ukrajnának. Erről most tárgyalások folynak, remélem, hogy ebből se lesz semmi. A három ország abba értett egyet, hogy támogatni kell tovább Ukrajnát, de abban nem, hogy csapatokat küldünk oda, mi a lengyel álláspont. Bármi áron Oroszországot meg lesz készíteni. Ugyanezt mondják a skandinávok, de ott is nagyon érdekes, finnek. NATO-ba beléptünk, igen, amerikai atomfegyvert a területünkre nem kérünk. Három balti ország. Fölhúztunk olyan 1000 kilométeres keleti védővonalat, hogy a oroszok ne tudják elérni Európát. Nem akarom minősíteni, ez egyszerűen ostobaság. Tehát látszik, az észt kormányfő bejelentkezett NATO főtitkárnak. Sorra jelentkeznek be az emberek,
ilyen-olyan indokkal, hogy NATO főtitkárok akarnak lenni. Tehát a három ország együttműködése, francia, német, olasz, három stratégiai cél mentén van. A franciák alapvető célja, amit soha nem fognak kimondani, Európa vezetésének az átvétele, egységes Európa Párizs vezetésével. Egy bajom van, erre a francia gazdaság nem képes. Erre egy német gazdaság lenne képes, de Németország erre most szintén nem képes milliók miatt. A lengyel cél pedig bármi áron meg lesz készíteni Oroszországot és az évszázados viszályt, ahol lehet törleszteni. Pörgessük vissza az időt egy évvel ezelőttre. Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, mondjuk, hogyha akár az Európai Uniós országokat, vagy világszinten az országokat nézzük, sokkal nagyobb egyetértés volt Ukrajna támogatása szempontjából. Ehhez képest most egyfajta megrekedés van. Semmilyen fronton nincsen egyetértés. Minek köszönhető ez a fajta megrekedés most, és ez meddig tarthat? Látszik az, hogy Ukrajna nem tud katonailag sikert elérni. 600-szor beígérte, ő a tavalyi NATO csúcsra ígérte, hogy áttöri a orosz védelmet, nem tudta. Kettő, látszik az, hogy bármit adok Ukrajnának, olyan orosz fölény van, légierőbe, tüzérség, vagy nincs esélye a győzelemre. Három, a nyugat rájött arra, amit mi jó egy éve beszélünk, hogy ami pénzt Ukrajnának adok, annak átlag 30%-át lopják el. Én emiatt nagyon komoly kritikákat kaptam, majd az amerikai képviselő az ugyanezt kimondta, hogy ami pénzt odaadunk, annak egy részét ellopják, követhetetlen. Zárójel, a fegyverek egy része is eltűnik, ami szintén követhetetlen. Tehát az látszik, hogy a nyugat úgy érzi, hogy a két éves háború nem hozta el azt a sikert, amit vártak, és új stratégia kell, Zelenszkijel vagy Zelenszkij nélkül, Bidennel vagy Biden nélkül. Nagyon szépen köszönjük, most tartunk egy pár perc szünetet, igyenek egy kávét és csatlakozzanak hozzánk 8 óra után, tovább folytatjuk ezt az elemzést. Jó reggelt kívánok, köszöntjük Önöket, Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, ez pedig már a napindító. Folytatjuk műsorunkat Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akit ismét köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok. Kezicsoklom, jó reggelt kívánok. A NATO Európai Uniós országainak védelmi költségvetésében összesen 56 milliárd euró hiányban éves szinten. Meghaladta a részvételi arány a 2018-as orosz elnökválasztásokban mért adatokat, és Emmanuel Macron francia elnök egy újabb interjúban beszélt arról, hogy elképzelhető olyan forgatókönyv, mely szerint a nyugatnak csapatokat kell küldenie. Emmanuel Macron egyébként felszólította az Egyesült Államokat is, hogy csatlakozzanak ezen kijelentéséhez és kezdeményezéséhez. Ezeket fogjuk boncolgatni Nógrádi Györggyel. Aztán Kis Rajmund is érkezik hozzánk, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetője, és újabb erőszakos mozgósítással oszt meg velünk videóanyagokat, és természetesen ezzel kapcsolatos információkat Dunda György, akihez kikapcsolunk Kárpátaljára. Most jöjjön egy háborús összeállítás. Meghalt egy kiskorú, többen pedig megsebesültek egy vasárnapi ukrán rakétatámadásban az orosz határmenti Belgorod városában. De nem csak a kijevi katonák végeztek pusztítást az elmúlt napokban. Moszkva pénteki légicsapásakor, amit Odessa városára mért, 20-an meghaltak, 70-en pedig megsebesültek. Tűzoltók próbálják eloltani a romok között a lángokat. Meghalt egy 16 éves lány az oroszországi Belgorod régióban vasárnap, miután egy Ukrajnából indított lövedék felgyújtotta a házukat, nyilatkozta a térség kormányzója. A város polgármesterek közösségi oldalán közölte, hogy a támadás során 4 ház és 8 autó súlyosan megrongálódott. Telefonüzenetben jött az értesítés a katonai riasztásról. A férjem a fürdőszobában volt, épp oda akartam menni hozzá, amikor hallottam egy puffanást és a betörő ablakok hangját. Ijesztő volt. Utána a fürdőszobába menekültem hozzá, ahol megvártuk a támadás végét. Számolt be az eseményekről az egyik lakó. Letakart holttestek, mentőautók mindenhol Odessa utcáin. Moszkva pénteki légi csapásában 20-an haltak meg, 70-en pedig megsebesültek. A Krím félszigetről kilőtt 2 orosz rakéta lakóházakat, valamint a gáz és villamos energiaellátó vezetékeket rongálta meg. Jól látjuk, hogy hová célzott az ellenség. Polgári magánházakra, utcákra, ahol sok civil tartózkodott. Amikor a mentők megérkeztek a sérülteket ellátni, az ellenség egy újabb rakétával találta el a helyszínt. Így az első rakéta találat után néhány percen belül a megérkezett orvosok közül is vannak áldozatok, jelentette Ukrajna belügyminisztere.
A Reuters közzétett egy olyan felvételt is, amelyen Ihor Klimenko meglátogatta az odesszai régióban található kórházban fekvő sérülteket, biztosítva őket támogatásáról. És akkor most Árendás Péterhez fordulok. Szia Peti, jó reggelt kívánok! Mik a legfrissebbek az elmúlt 24 órából? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Tematikusan vettem végig, és napról napra az elmúlt 72 óra legfontosabb eseményét a teljesség igénye nélkül, mert ezeket majd részleteiben úgyis átbeszéljük többek között tanár úrral. A pénteki nappal kezdeni a múlt hét péntekkel, még nálunk március 15-e az ünnep jegyében telt, az is sajnos folytatódott a háború orosz-ukrán konfliktust, illetően orosz dróntámadás érte péntekre virradóra a délnyugat-ukrajnai Vinícia megyét, az ország déli részén pedig Odesszára csaptak és mértek oroszok légi csapásokat, ott több mint 21-en vesztették életüket, Kijev információi szerint. Ezt Moszkva ugyanakkor nem erősítette meg. Azt viszont igen, hogy meghiúsítottak az orosz fegyveres erők egy fegyveres betörési kísérletet, az ukrán különleges egységek egy műveleti erőjének a csapata próbált végrehajtani külföldi zsoldosok segítségével, helikopterrel egy katonai akciót, de ezt az Oroszország határának közelében az oroszok meghiúsították. Új koalíciót hoznak létre Ukrajna szövetségesei, erről már részben beszéltünk tanár úrral, és fontos azért ez a témakör, mert mégiscsak arról van szó, hogy Macron úgy tűnik továbbra sem tett le a francia köztársasági elnök arról, hogy nyugati csapatokat vezényeljen Ukrajnába, mert hogy nagy hatótávolságú tűzérségi eszközökkel kívánják ellátni Berlin, Varsó, Párizsnak, mint három szövetséges, Olaf Scholz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnök és Donald Tusk lengyel kormányfővel az ukránokat, tehát tűzérségi eszközöket szeretnének eljutni. A NATO részéről ugyanakkor óriási hiba lenne belépni Ukrajnába. Segíteni kell Ukrajna védelmét azonban, belebonyolódni ilyen szinten nem szabad ebbe a konfliktusba. Ezt az olasz külügyminiszter Antonio Tajani mondta még pénteken. A G7 csoport tagjai pénteken eközben felszólították Iránt, hogy ne adjon át ballisztikus rakétákat Oroszországnak, ugyanis a föderáció ezekkel nyilván ukrán célpontokat támadna. Ellenkező esetben készek Teheránt ismét különböző retorziós lépésekkel sújtani, illetve intézkedésekkel. Kijev a határmenti orosz régiók elleni támadásokkal igyekszik megzavarni az orosz elnökválasztás, erre figyelmeztettek péntektől egészen vasárnappal bezárólag moszkvai források, mert hogy ezzel igyekeznek az ukránok elterelni saját problémáikról a figyelmet. Ez Putyin elnök is megerősítette még a pénteki nap folyamán. Ami a szombatot illeti, ukrán dróntámadás érte még a szombaton folyamán az oroszországi Szamara régióban lévő Szizsrán olajfinomítót, emellett pedig támadást kísérelték meg egy másik olajfinomító ellen, és ezt viszont sikerült elhárítani az orosz egységeknek. Belgorod város környékét pedig szombaton már a második nap érte ukrán támadást, közölték moszkvai források. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban nem hozhat döntéseket egy szűkkorú találkozó keretében egy, kettő vagy pedig három fél, 27 tag ugyanis az Európai Unió, erre figyelmeztetett az olasz védelmi miniszter. Ez megint arról szól, hogy Macron és Scholz és Tusk miről beszélt pénteken, hogy csapatokat kellene esetleg valóban küldeni és támogatni ilyen szinten is az ukránokat. Az ENSZ több mint 50 tagállama, köztük az Európai Unió valamennyi tagországa közös nyilatkozatban ítélt el Oroszország Ukrajna megszállt területein is, hogy megtartotta az elnökválasztást. Ezt Ukrajna állandó ENSZ ő képviselete közölte. Ukrajna közben meg sokszorozta Oroszország elleni terrortámadásait, elhangzott ez a szombati napon is pont az elnök választásra való tekintettel, de tették ezt azzal a céllal, hogy további anyagi támogatást és halált okozó fegyvereket kapjanak a nyugattól. Ezt az orosz külügyminisztérium jelentette ki, egy közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. Ami a vasárnapi, a tegnapi napot illeti, Emmanuel Macron francia elnök egy interjúban megerősítette, hogy valamikor szükség lehet arra, hogy a nyugat által végrehajtott szárazföldi műveletek sor kerüljön Ukrajnába. Emlékeztetett, ezért is mondta le kijevi látogatását pénteken, hogy Berlinben tudjon találkozni Olaf Scholz-al és Donald Tusk lengyel kormányfővel. Bevette közben az orosz hadsereg az Aporizsia megyei Mirne települést Ukrajnában, és ő kedvező beállásokat foglalta a Donyacki front szakaszon, ezt pedig a moszkvai védelmi minisztériumban közölték. Több ellentámadást ukránok részéről sikerült meghiúsítani, és minden betörési kísérletet felszámoltak és meghiúsítottak az oroszok. Belgorod megy
megyébe, ez szintén a tárca közölte. Az orosz hadjelentés szerint az ukrán fél a legtöbb ellenrohamot szám szerint 9-et Avgyívka környékén kísérelte meg. Az ukrán hadsereg a harc érintkezési vonala mentén csaknem 900 katonát veszített egy nap alatt, közülük a legtöbben, mint egy 380 Avgyívka körzetében vívott harcokban estek el, vagy sebesültek meg súlyosan. Beszámoltak Oroszországban arról is, hogy katonai támaszpontén dróncsapás történt a Dnyeszter melléki moldovai szakadár területen, egy biztonsági hatóságok által megerősített ponton egy kamikáze drón csapódott be. Ezt vizsgálják, félhetően ukrán drónról van szó, de ez még nem nyert hivatalosan megerősítést. Ukrajna közben nem tervezi az orosz gáz Európába irányuló tranzitjáról szóló szerződés meghosszabbítását, ez pedig az ukrán energiaügyi miniszter mondta, ez azért is fontos, mert nem mindegy, hogy energetikával Európa, köztük Magyarország hogyan lesz ellátva. Új elnöki ciklusának egyik fő feladatának és céljának, a különleges hadművelet feladatainak teljesítését nevezte meg Vlagyimir Putyin, mára virradólag éjszak, amikor beszédet tartott, hozzátette, mindenekelőtt a különleges hadművelet keretében kell megoldani a feladatokat, erősíteni kell a védelmi képességeket Oroszországnak, és erősíteni kell a fegyveres erőket a Föderációnak. Szavai szerint ezek jó ütemben és kiváló minőségben történnek és haladnak, és el kell gondolkodni azon, Kijev helyett kivel tárgyaljon az Orosz Föderáció. És akkor kötök vissza rögtön tanár úrhoz, mert hogy ebben a Putyin beszédben volt sok minden, a műsor legelső felében ezt részben érintettük, de ha kicsivel jobban kibontjuk, akkor az egy majdnem biztosan győztes Putyin elnök, aki megerősítette a hatalmát, még inkább fel lesz hatalmazva társadalmi szinten, hogy folytassa ezt az akciót. Mik lehetnek a következő lépések, és mi volt még fontos elem ennek az éjszakai beszédnek? Gyakorlatilag ő bejelentette a győzelmét, 87%-a győzött, rendkívül érdekes volt, hogy csupa fiatalt vett maga köré. Akik körülött álltak, egy fiú volt, a többi lány, tehát elég ügyesen csinálta, és bejelentette azt, hogy ettől kezdve szabad keze van. 71 éves, hogy ő akar-e 5 év múlva újra elnök lenni, ez megmondhatatlan. Jogszabályok is előírnak dolgokat, de a jogszabályok általában azért vannak, hogy azokat megváltoztassák, tehát ez egyértelmű. Számára a kulcskérdés most a ukrán háború lezárása lesz. Egy tény, állandóan arról beszélünk, hogy Ukrajna hogy, milyen fegyveres erővel rendelkezik, mi lesz a háború után. Arról soha nem beszélünk, hogy Oroszország milyen fegyveres erővel rendelkezik, és mi lesz a háború után. A Macron javaslatra ő válaszolt, hogy nem fél, ha kell, beveti az atomfegyvereket, csak ez a világtörténelem végét jelenteni, mert a világ döntő része pillanatok alatt megsemmisülne. Más, szabad keze lesz kormányalakításban, meghagyja a mai kormányt. Én Budapestről nem tudom megmondani, nyilván valamennyi cserét végre fog hajtani. Rendkívül érdekes, hogy a kormányban egy olyan ember volt, aki bármikor közbeszólhatott, ez a külügyminiszter, meghagyja Lavrovot, vagy nyugdíjazza. Tehát rengeteg kérdés van, de Putyin győzött, szabad keze van. Most azt, hogy a világ 200 országából 50 nem hajlandó a választást elismerni, a nyugati országok, ez őt különösebben nem fogja zavarni, mert tökéletesen tudja, hogy ahogy orosz-ukrán kiegyezés lesz, Ukrajna nélkül Ukrajna feje fölött esetleg, abban a percben ez az álláspont meg fog változni, módosulni fog. Vlagyimir Putyin személyének köszönhető ez a kimagasló részvételi arány, vagy a 2 évvel ezelőtti elindított orosz-ukrán háború vagy katonai hadműveletnek? Mind a kettőnek. Óriási nyomás ment a lakosságra, hogy menjenek el szavazni. Nyilván akik Navalnyira szavaztak, azokra azt mondják, hogy ez érvénytelen és nem számítják be. Túl sokan nem szavazhattak rá, tehát az, a felesége Berlinbe is szavazott, ez különösebben senkit nem érdekel. Rendkívül érdekes, én egyszerűen nem értem a hölgy, amit most csinál, az egyszerű propaganda. Valós esélye az orosz folyamatok befolyásolására nincs. Az orosz elnök választáson a szerepe a periféria szélén van, tehát nyilvánvaló az, hogy most mindenki Putyin győzelmét ünnepli, az ellenzék nem, de hát az ellenzék választatott 3 no-name jelölt közül, a 3 jelölt kapott együtt 12%-ot, tehát túl nagy súlyuk nincs. Tanár úr, most az, hogy Putyin újrázik, többedik alkalommal lesz a Föderációnak az elnöke, ez nem csak annak szól nyilván, hogy Oroszországnak ő lesz az elnöke, és az orosz-ukrán konfliktus még amíg tart, addig azt levezényli, hanem ez igazából a tömbösödés és a világpolitikai nagy változásoknak is a része, mert hogy nyilván ő nyerekben szeretne maradni, hogyha ilyenfajta tömbösödés és ilyenfajta blokkosodás van a világban, mert részese akar lenni, hiszen az a cél, hogy Oroszország ebből győztesként kerüljön ki a világhatalmi politikai harcokból. Tökéletesen igaza van, és a tömbösödés azt jelenti, hogy megjelent Moszkva mögött egyértelműen Peking,
Észak-Korea. Most, hogy Észak-Koreának mekkora súlya, az egy más kérdés, de a fegyveres ereje és a fegyverkészletei óriásiak, és Irán. Itt elhangzott az, hogy Iránt megzsarolták, hogyha továbbra is ad rakétákat, akkor annyi szankció van Irán ellen, hogy Iránnal szemben még egy szankció különösebben senkit nem érdekel. De a tömbösödés azt jelenti, hogy amit meghirdettek 30 évvel ezelőtt, hogy új világ jön, Fukuyama könyve, a történelem vége, hogy győzött a demokrácia, ez mind utópia volt. Tehát a valóság teljesen mást hozott, mint amit a előrejelzések mutat. És Huntington, hogyha már Fukuyamát szóba hozta, akkor Huntington hogy látta ezt az elméletet, amit egyébként oly szépen le is vezetett? Hát a Huntington csodálatos volt, leírta azt, hogy a világon milyen erőközpontok vannak. A Huntington elméletei ma is érvényesek, csak egy kicsit máshogy. Ő még amikor felosztotta a világot, akkor más volt a világ, 30-valány évvel ezelőtt, mint most, de a Fukuyama bejelentette, hogy győzött mindent a világon a demokrácia. Erre egy Merkel mit mondott Afganisztánról, hogy a világon mindenütt győz a demokrácia, tévedett, és mindenütt elsöprik az egyéb rezsimeket. Hát a világ 200 országából jó esetben van 50-ben nyugati értelembe vett demokrácia, tehát nem tudták elsöpörni, és a világ tömbösödik, ahogy ön mondta, és így megy tovább, és ez a tömbösödés életveszélyes. És tanár úr, nem csak arról szól, hogy ezeket a rezsimeket elsöpörték. Ha elsöpörték, akkor volt mögött egy hátsó szándék, elég, hogy az arab tavaszra gondolunk, hiszen megbolygatták a Közel-Keletet, megágyaztak a migrációnak az észak-afrikai országokban. A mai napig nincs egy olyan épkézláb ország ott, ahol nem volt hatalom átadás, vagy hatalom megdöntés, amely mondjuk a mai napig rendezett lenne, hát nyilvánvalóan a mögött washingtoni szándékok húzódnak meg. De az orosz-ukrán konfliktusra ugyanez elmondható, hogyha 2014-től kezdődően vesszük, és erről megint csak keveset beszélünk, mert mindig van kiváltó tényező, most éppen Kijevnek vagy Nyugatnak hívják, teljesen mindegy, de van. Persze, hát gyakorlatilag arról van szó, hogy ezt a világot ki fogja elnézést kére kirabolni. Arab tavasz. Ki jelent meg? Amerikai tőke. Miről beszélünk most? Száhelővezet. Mit mondott a Macron két nappal ezelőtt? Minden száhelővezeti ország fölkérte Párizst, hogy vonják ki a csapatokat. Mi a francia válasz? Nem vonjuk ki. Miért? Hát ezt meg lehet ideologizálni, de a valóságban, mert ott bemennek a amerikai, a kínai, a oroszok, és a tortából szeretne minél nagyobb szeretet megkapni a francia politika. A francia jólét egyik alapja az, hogy a volt gyarmatok kötelesek a valóságban francia bankokba tartani a nemzeti valutáikat. Aki ezt nem teszi, az mindegyik véletlen balesetben meghal. Tehát ténylegesen azt látom, hogy folyik a világ újrafelosztása, és kőkeményen folyik. Itt elhangzott többször, hogy a olaszok tiltakoztak a francia politika miatt. Igen, miért? Mert Líbiába szembe kerültek egymással, csak senki nem mondja ki, mert Európa számos kérdésében Párizs és Róma teljesen mást mond, és a francia és az olasz érdek nem egyeztethető. Tehát a olaszok is próbálják a nemzeti politikájukat képviselni. Meloni hiába került hatalomra, azonnal jött a nyomás Párizs részéről, hogy Olaszország annyira eladósodott, hogy vigyázzon, mert meg lehet buktatni ezt a kormányt is. Tehát nagyon-nagyon érdekes, ma világ gazdaságért folynak a harcok, a biztonságpolitikában a gazdaság összetevője értékelődött föl. Maradjunk még egy pillanatra Franciaországnál. Nagy-Britanniának volt egy olyan próbálkozása, amikor világossá vált, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem feltétlenül fogja megszavazni azt a fajta támogatási csomagot, ugye, amiről hónapok óta megy a vita, hogy majd Nagy-Britannia átveszi ezt a fajta anyagi terhet, és majd ők fogják támogatni Ukrajnát ebben a háborúban. Most Franciaország akar Európa védelmezőjeként és ebben a színben feltűnni. De minek köszönhető ez a pálfordulás Emmanuel Macron politikája? Az, hogy Franciaország szeretné átvenni a vezető szerepet az Európai Unióba és a NATO európai csoportjába. Az Európai Unióba ki az ellenfele? Németország. A NATO-ba ki az ellenfele? Nagy-Britannia és Németország. Csak hogy Nagy-Britannia az Európai Unión belül elszigetelődött, hiszen kilépett. Azok a brit célok, hogy ő meg akarja oldani az ír kérdést, nem tudta. Hogy a brit hadipar hagy maradjon benne Európába, mert egy fantasztikus zsíros üzlet, nem tudta úgy, ahogy elérni. Tehát látszik az, hogy itt nemzeti ellentétek vannak. Tehát az az egységes Európa, amiről álmodtak Adenauer, de Gasperi és a többiek, ez ma lehetetlen. Nemzeti célok irányába folyik a politika, és ennek keretében kerülnek szembe egymással, ezt mindenki megidologizálja, senki nem hajlandó ezt kimondani.
Tanár úr, van egy érdekesség, felvetették többször azt, hogy mi lehet Európa motorja, az Európai Unió motorja. Franciaországot mondták a gazdasága miatt elsődlegesen, tudjuk azt, hogy talán a legmeghatározóbb gazdasági hatalom mezőgazdaság terén az Európai Unióban. Németország ezzel szemben sokkal inkább egy iparra támaszkodó ország, de mégiscsak az a motor. Macron elnök most azt mondták, és nagyon sok cikk jelent meg, hogyha Scholzban nem is találja meg azt az embert, akivel össze tud borulni esetleg a német külügyminiszterrel. És van egy kialakuló félben. Sokkal szebb, mint a kancellár, ezt hogy tegyem hozzá. Hát nem nehéz, igen, tehát férfi aggyal nézve, férfi szemmel nézve, valóban nem, hát egyikük hiszen hölgy. Igen. De hogy a német kancellár helyett úgy tűnik, hogy a zöld párti német külügyminisztere tette a voksát Macron, de az egész csak arról szól, hogy megerősödjön Franciaország, mert hegemon szerepre törekszik az Európai Unión belül. Mi lesz ebből? Ha így gondolja Macron, akkor téved. Egy. Annalena Baerbock, a külügyminiszter, rengeteg interjút ad. Utoljára tegnap este néztem a német közszolgálati tévébe. Szemben áll a kancellárral, de nem mer szembe menni. Tehát mindenbe a kancellár dönt, a külpolitika alapkérdéseiben is. Másik pont. A zöldek csodálatosan álltak 3 évvel ezelőtt. Minimális különbség volt, hogy a zöldek, a CDU-CSU vagy az SPD nyerje meg a választást, az SPD nyerte meg 1%-kal a CDU-CSU előtt. De azóta a zöldek mélyrepülésbe mentek. A zöldek két szárnya most sem tud egymással kijönni. Tehát a jövő évi választásokon, ha ezek ma lennének, de nem most lesznek, hanem másfél év múlva, a zöldek nem meghatározó erő. Következő Macron utolsó ciklusát tölti. Ki lesz az utóda? Lehetetlen megmondani, ez egy érdekes kérdés lesz. Tehát, ha a német külügyminiszterrel akar tárgyalni, akkor mellé nyúl. A külügyminiszter nem fog szembe menni a kancellárral, mert abban a percben őt kiteszik a kormányból, a saját pártja teszi ki. Ha ez valakit érdekel, tegnap a zöld párt iráni társelnöke beszélt erről a német közszolgálati tévébe. Nézze meg, tegnap este 18-tól a ARD, tehát egyes csatornán 19:10-kor a Berlin direktben, a kettes csatornán erről volt szó. És még egy kiegészítést engedjen meg. Nyilvánvalóan hozzájárul a francia külpolitikához az, hogy egy óriási, bocsánat, de pofont kaptak azáltal, hogy a volt gyarmatok, amelyek elszakadni vágynak minden szinten, azért egy hatalmas gazdasági fiaskó Franciaországnak. És stratégiai nyersanyagok voltak ott, vannak ott, francia bázisok vannak ott, a migráns kérdésben a Száhel-övezetnek meghatározó szerepe van, és kőkeményen ott vannak még egyszer amerikaiak, kínaiak, oroszok, és mindegyik a saját nemzeti érdekei szerint próbálja a Száhel-övezetet kihasználni és felhasználni. Ugyanazt csinálják, mint a franciák, csak sokkal óvatosabban, idézőjelben mondám azt, hogy sokkal bölcsebben, azért a franciák évszázadok alatt rengeteg embert legyilkoltak, stb. Tehát ténylegesen ez látszik, hogy ma Franciaország próbálja a maradékát egykori hatalmának menteni. Szerintem kimondhatjuk, hogy ez a 2024-es év, ez a változás éve lesz minden szempontból, amerikai elnökválasztás, orosz elnökválasztás, ugye a NATO főtitkárnak a pozíciója és az európai parlamenti választás. Lehetséges az, hogy Ukrajna sorsa a választások után fog fixálódni, rossz szóval élve, és onnantól kezdve lehet azt látni, hogy mondjuk az orosz-ukrán konfliktus milyen irányba halad, mert most egy helyben topogás van minden szempontból, a támogatottság szempontjából is, és természetesen Ukrajna sem tud most eredményeket felmutatni ebben a konfliktusban. A nagy kérdés az, hogy Putyin győzött, szabad keze van. Ezt mire használja ki a fronton? 2. November 5. amerikai elnökválasztás. Ha bejön Trump, ami ma úgy néz ki, hogy bejön, de november 5-en nagyon messze van, abban a pillanatban a Trump pillanatok alatt elmondja a javaslatait, követeléseit a ukránokkal szembe, és megteremti a békét, ha kell Ukrajna nélkül, Ukrajna ellenére. Tehát önnek van igaza, európai választások. Milyen módosulások lesznek Brüsszelben? Én mindig elmondom, hogy én azt várom, hogy a jobb oldal valamelyes teret nyer, de átvenni a hatalmat szörnyű nehéz kérdés, meglátjuk, hogy mi lesz. Emellett jó pár országban lesznek választások. Nekem rendkívül tetszett, hogy a Zelenszky bemondta, hogy végigcsalta a választásokat Putyin. Oké, de ő meg nem merik írni a választásokat. Tehát nagyon fura, hogy aki most kritizál, egy picit vaj van a fején, tehát ha kicsit kisüt a nap, akkor neki vége van. Kire célzott nyugaton belül, kire célozhatott az orosz elnök, mikor azt mondta, hogy végig kell gondolni Moszkvának azt, hogy ha nem Kijevvel, akkor kikkel tárgyalunk.
Csak Washington? Hát a jelenlegi helyzetben csak Washington, mert Scholz nincs abban a helyzetben, hogy Európa nevébe tárgya ön. A Macron tárgyalási pozíciói elfogadhatatlanok Moszkva számára, Nagy-Británia pedig szintén zsigeri orosz ellenességgel küzd. Meglátjuk, zárójel, Nagy-Britániában is választások lesznek idén, és a kormánypárt teljes vesztésre áll, függetlenül attól, hogy a korábbi, nevezzük úgy, hogy konzervatív politikusokat, mint Cameron volt brit miniszterelnök, most éppen külügyminiszter bevont a kormányba, alapvetően a helyzetet nem változtatta meg. Emmanuel Macronnak ez a politikai állásfoglalása szerintem az nagyon sok országból ellenérzést vált ki, és nyilvánvalóan ellentét lesz az egyes országok között. Mennyire tud egységesen gondolkozni Nyugat-Európa, Ukrajna támogatása szempontjából? Ha Franciaország, akit gyakorlatilag meghatározó hatalma és ország az Európai Uniónak, ennyire ellenszélben próbál cselekedni, hogyan tud majd a többi ország erre reagálni, és mi lesz megint csak Ukrajnával, ugye ez a kérdés? Gyakorlatilag Európa abban egyetért, hogy Ukrajnát támogatni kell, ha hogyanban nem ért egyet. Tehát az, hogy támogatni kell, ebben nincs vita. Az a javaslat, hogy NATO csapatokat küldjünk Ukrajnába, ezt ma a baltiak mondják, a lengyelek, a franciák, finnek, tehát olyan országok, amelyek ma akár a NATO-t, akár az Európai Uniót veszem, kisebbségben vannak. Ettől egyértelműen elhatároltak a németek, a britek, az amerikaiak. Na most azt, hogy a Macron üzen Washingtonnak, egy, Biden nincs abban a szellemi helyzetben, hogy felfogja, hogy mit üzennek neki, kettő, az amerikai felsővezetés pedig fütyül arra, hogy a francia köztársaság elnöke mit üzen, de látszik az, hogy ebben a kérdésben a nyugati világ megosztott. Abban nem, hogy Ukrajnát támogatni kell, mert Ukrajna összeomlása véleményük szerint alapvetően veszélyeztetni Európát és hozná előre az oroszokat. Meglátjuk még egyszer a novemberi választást, de addig rengeteg ember fog értelmetlenül meghalni. De tanár, egy felelős politikus, mint amilyen Emmanuel Macron, igen, nem új rászat, második ciklusát tölti, de ilyet nem mondhat ki, és nem buzdíthat, nem lehet egy háború párti, azt támogató, meghatározó politikus, aki úgy meghatározó, hogy, már bocsánat, de hogy közben hiteles legyen, nem lehet. Tehát a harmadik világháborút kockáztatja. Igen, ez annál inkább fura, mert pár hónappal ezelőtt ennek az ellenkezőjét mondta. Tehát egyszer azt kéne megvizsgálni, hogy mi az, ami miatt Macron váltott. Szerintem azért, mert át akarja venni Európába a vezető szerepet. Ahogy csinálja, úgy nem tudja átvenni. Néhány országot tudott felsorakoztatni maga mögé, de ez minden szempontból egy abszolút kisebbség. Na de háborús úszítóként lehet még a későbbiekben bármilyen sikere? Háborús úszítóként ő el fog menni, és ott hagyja a francia köztársaságot, és valaki fog jönni, és új politikát fog meghatározni. Háborús úszítóként ő azt tudta elérni, hogy a finnek azt mondták, hogy oké, támogatjuk, a balti államok közül a háromból kettő mögé állt, a lengyelek teljesen más okok miatt mögé álltak, de gyakorlatilag a macroni politika ma Nyugat-Európában nem került elfogadásra. A beneluxok, spanyolok, olaszok, németek nem támogatták, tudomásul veszik ezt a francia politikát, és mindenki abból indul, hogy a kárt mérsékelni kell, el kell kerülni a harmadik világháborút. Nógrádi Györgynek nagyon szépen köszönjük, innen köszönöm. Folytatjuk. Köszönjük szépen, Tarázsanám. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Most egy pár perc szünetet tartunk, de Kis Rajmonddal folytatjuk, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyvezetőjével, és természetesen Kárpátaljára is kapcsolunk majd, ott majd Dunda Györgyöt kérdezzük, úgyhogy tartsanak velünk. És ez itt továbbra is a napindító. Köszöntjük azon nézőinket, akik most kapcsolódtak be az adásba. Itt vagyunk Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és köszöntjük a stúdióban Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Orosz elnök választás, ez lesz napirenden, most ezzel kapcsolatban jön egy összeállítás. A nem végleges és nem hivatalos eredmények szerint Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő fülényes győzelmet aratott az orosz elnök választáson. A háromnapos voksoláson 4-en indultak, már a szavazás előtt biztos volt, hogy Vlagyimir Putyin a legesélyesebb a győzelemre. Kígyózó sor az oroszországi Jekaterinburg egyik szavazóhelyisége előtt. Megkezdődött az orosz elnök választás utolsó napja. A választók vasárnap estig tudják leadni voksukat. Az első két napon a lakosság 58%-a jelent meg az urnáknál. Több régióban most először volt lehetőség online távszavazásra. Vlagyimir Putyin ötödik alkalommal indult az elnöki székért. Három kihívója is van.
Nikolaj Haritonov, aki az Oroszországi Föderáció kommunista pártot képviseli, Vladislav Davankov, az Új Emberek pártjának jelöltje, és Leonid Slutsky, aki az Oroszország Liberális Demokrata pártját képviseli az elnök választáson. Természetesen ez kétségtelenül egy nagyon fontos választás. Nos, ez az elnök választás a jövő a magunk és a gyerekeink számára. Természetesen fontosnak tartom, mondta ez az orosz kozák katona. Vladimir Putyin jelenlegi orosz elnök a közvéleménykutatások szerint fölényes győzelmet arathat a választáson. Békét és nyugalmat akarok az egész világon ezzel a választással. Kire szavazott? Putyinra, nyilatkozta ez a szevasztopoli lakos. Több szabotázs akcióval is megpróbálták megzavarni a választásokat. A rendőrség őrizetbe vette egy nőt Moszkvában, aki festéket öntött a szavazóurnákba. A szibériai régióban egy másik nő próbálta meg felgyújtani a szavazóurnát. A megszállt ukrán területeken a kijevi hadsereg indított támadásokat a szavazóhelyiségek ellen. Ma hazánkban az orosz alkotmánynak megfelelően megkezdődött az elnökválasztás. Hogy a szavazási folyamatot megzavarja és az embereket megfélemlítse, az Ukrajnával határos régiókban a kijevi hadsereg fegyveres bűncselekményeket követett el, jelentette ki az orosz elnök, aki megfogadta, hogy megbünteti Ukrajnát az orosz elnökválasztást megsértő támadásokért. Részeredmények hétfőre várhatók, a véglegeseket pedig március 28-án hirdeti ki az Orosz Központi Választási Bizottság. Az orosz elnököt a lakosság közvetlenül választja 6 évre. Köszöntöm Kis Rajmundot még egyszer és a kedves nézőket is. Azonnal rátérünk az Oroszország elnök választása, ugyanakkor kérek szépen egy rövid magyarázatot arra. Óriási lehetőség az Egyesült Államok pénzügyi, gazdasági körének egy újabb, nagy Európai Uniós fegyverbeszerzés. Ezt mondta Matthias Corvinus Collegium diplomáci műhelyének a vezetője. Ez a Macron féle ötletre volt akkor javaslat. Ezt tegnap reggel mondtam. Igen, és ezt, hogyha bővebben kifejteni, miért rákonyolunk az orosz elnök választásra, mert ez a másik fontos téma, ez a Macronnak hogy tör előre a politika. A weimari háromszög, amit most már kibővítenének a Rammsteini megállapodásra, ami már el is árulja, hogy miről beszélünk, hiszen Rammstein az Egyesült Államok legnagyobb katonai bázisa Európában, Németországban, és a weimari hármak, akik 1991-ben Európa stabilitásáért jöttek össze, még annó Genscherrel és Dumával, most ugye a lengyel miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár megegyeztek abban, hogy újabb fegyvereket kell beszerezni az Európai Unión kívülről. Márpedig honnan lehet beszerezni az Európai Unión kívülről, hogyha nem Oroszországból, nem Kínából, nem Teheránból, vagy nem Észak-Koreából, természetesen az Egyesült Államokból. Olyan titkosított dokumentumok kerültek napvilágra, amik azt fémjelezték, hogy gyakorlatilag ez az orosz elnökválasztás ez nagyon meg lett ágyazva. Korábban már ezt említettük, illetve beszélgettünk erről, mit jelent ez pontosan, hogy meg lett ágyazva, és mennyire volt szüksége mondjuk Vlagyimir Putyinnak egy kvázi ilyenfajta választásra, hiszen azért a győzelmét nagyjából mindenki megjósolta. Én nagyon sokszor ágyaztam meg a szüleimnek, ezzel leptem meg őket este, mert nem szerettek megágyazni. Azt, hogy az orosz elnök választásának hogyan ágyaznak meg, azt nem tudom, minden választásra meg kell ágyazni. Az amerikai elnök választásra is meg kell ágyazni, egy éves a kampány. De most a megágyazás az nyilván arról szól, hogy valamennyire le lett zsírozva kvázi az, hogy Vlagyimir Putyin nyerjen. Itt erről szólnak ezek a dokumentumok. Nagyon sok kollégám jelentését, elemzését olvastam a hétvégén. Nagyon sok jó szakértő mondta, hogy ez egy színjáték volt, ez egy mese, ez a három nap. Én szívesen vitatkoznék velük. Biztos, hogy eltérnek a demokratikus normáink az orosz normáktól, de minden egyes normánk, kulturális, történelmi hátterünk azért eltér Szibériától Ukrajnáig. Én azt gondolom, hogyha nem lett volna semmilyen visszaélés, nem tudom milyen visszaélés volt, láttam, hogy ellenzéki, több ellenzéki vezető nem indulatot. Én azt gondolnám, hogy Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb orosz politikus
a teljes föderációban. Lehet, hogy vannak olyan városok, általában a nagyobb városokban, ezt lehet látni Budapesten, Isztambulban, korábban Varsóban, hogy az ellenzék népszerűbb. Én azt gondolom, hogyha azokat az ellenzéki vezetőket, akiket nem léptettek vissza, és indítani lehetett volna, kiderült volna, hogy vidéken nem is ismerik őket. Vannak azért tények, az elmúlt 20 évben az orosz emberek sokkal jobban élnek, mint akár valaha a történelmük során. A nyugat azt mondta, hogy Oroszország térdre fog rogyni a szankciós politikának a következtében, egyáltalán nem. A tavalyi évben az orosz kultúra négyszer nagyobb támogatást kapott, mint valaha. Az orosz sport. Nagyon sok ember nem csak a nagyvárosokban, az orosz lélek, az orosz történelem, az orosz kultúra nem csak a fantasztikus Szentpéterváron vagy Moszkvában van, ahogy a szavazók sem. Én egyébként egy 70%-os részvételt vártam, és egy hasonló népszerűséget, ez szinte tökéletesen meg is történt. A háromnapos szavazásnak adminisztratív jellege miatt egyrészt 11 időzónáról beszélünk Oroszországban, másrészt pedig ezt még a Covid-tól örökölték, szintén azt, hogy online is lehetett szavazni, hogy az orosz elnök maga is online szavazott, 8 millió polgár szavazott online. Nagyon nehéz ezt magyar szemüvegen keresztül nézni, másrészt persze nem tudjuk, hiszen óriási számok vannak. Hát a 87%-os, tehát a voksoknak a 87%-át, ugye azt Vlagyimir Putyin kapta, ezek a számok önmagukért beszélnek. Igen, de hogyha ez most 74 lett volna, vagy 73, akkor is. Az orosz emberek véleményt mondtak a háborúról, legalább ott lehet, mert úgy tudom, hogy az elmúlt években csak Magyarországon kérdezték meg a nemzeti konzultáció keretében kapcsán a választópolgárok véleményét a háborúról. Nem tudom, hogy mikor lesz Ukrajnában választás a tavasszal, lehet, hogy nem lesz. Látjuk a világban, hogy nem mindig transzparensek a választások. A világ leghíresebb, legnagyobb demokráciájában 2020-ban több ezer ember, akik elvileg már meghaltak, sőt sajnos gyakorlatilag Joe Bidenre szavaztak. Tehát értem én a kritikát, értem, hogy nem teljesen demokratikus a rendszer Oroszországban, de ezt kimondja, a nyugat mondja, és sok megfigyelő mondja. Én azt gondolom, hogy először a saját portánkon tegyünk rendet, és utána bíráljunk másokat. Hogyha tökéletes lesz a holland rendszer, ahol a legnépszerűbb politikus nem tud pártot, vagy nem tud kormányt alakítani, akkor kezdjük el szerintem a keleti országoknak a politikai struktúráját és a demokráciájával foglalkozni. Kettős a mérce, ez valóban így van, de azért ami ennél beszédesebb talán az, hogy Oroszországban 5 évente mégiscsak megrendezték most is a háború ellenére az elnökválasztást. Akár pont és másik rendszerről van szó, mindenképpen abban az irányban mutat, hogy itt a demokratikus értékek legalább ilyen szinten teljesülnek, hiszen ott megtartják a választást. Ukrajnában igen, háború sújtott ország, tudjuk, ott egy választás már nem tartottak meg, pedig meg kellett volna. Ugyanez várható az elnök választás esetében is, mert Zelenszkij vagy nem akar, vagy nem mer, vagy tanácsra nem indul, teljesen mindegy. A nyugati megfigyelőknek egy jó része, aki részt vett az oroszországi választáson, azt mondta, nyugatiakról beszélek, hogy nem tapasztalt olyan jellegű visszaélés, mint amire korábban esetleg számítani lehetett. Tehát itt a demokratikus értékek, ha tetszik, ha nem, még hogyha orosz szemüvegen keresztül nézzük, akkor is teljesültek szemben Ukrajnával. Így van, ez pontosan így van, és a sajtószabadságnak a kérdése Ukrajnában sem biztosított, sőt Európában is lehet látni. Nyugat-Európában sokszor politikusok vallják be, hogy korábban nem lehetett arról beszélni, hogy Svédországban kik követnek el bűncselekményt, ahogy mondjuk Németországban is, mert mindegyik korábban külföldi állampolgár volt, illegális bevándorló. Tehát a demokrácia és a sajtószabadság kérdése, főleg most, hogy az Európai Parlament éppen már a tagállami szinten szeretné akár cenzúrázni is azt, hogy mi miről beszélünk, vagy kit hogy neveznek ki, és a következő évekre meghatározni a tagállami média jogköröket. Azt gondolom, hogy az orosz rendszer biztos, hogy teljesen más. A világ egyik legnagyobb országáról beszélünk, egy más történelmi, kulturális háttérrel. Nem tudom, hogy a nyugat-európai országokban mekkora ünnep a szavazás. A Szovjetunióból a hagyomány alapján Oroszországban korábban még zenészek is voltak ilyenkor az utcán, büfék voltak, lehetett pirogot enni,
Ez egy ünnep volt, hogy eldöntetik. Több magyar él Moszkvában, Szentpéterváron, ahogy bárhol a világban is, hála a jóistennek. Ilyenkor kapnak SMS-t az orosz polgárok is, hogy menjenek szavazni, de egyetlen egy telefon üzenetben nem volt, hogy kire kell szavazni. Moszkvában lehetett látni az ellenzéki jelölteknek a plakátjait, akár a belvárosban. Senkit nem kényszerítettek. 100 millió embert nehéz elvinni buszokkal. Vlagyimir Putyin népszerűsége pedig teljesen egyértelmű, de ugye még az eredmények nem hivatalosak és nem véglegesek. Kismár Nagymondnak nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Most pedig Dunda Györgyöt kapcsoljuk Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Újabb erőszakos mozgósításról született videó, ami felkerült a közösségi oldalakra és az internetre, és fényképek is vannak. Mesélj nekünk ezekről az incidensekről. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, két botrányos videó is történt az elmúlt héten, pontosabban az elmúlt hétvégén. Ráadásul az egyik Kárpátaljához köthető, a másik pedig a Kárpátaljával szomszédos Lembergi régióhoz, egész pontosan Lemberg városához. Itt, amit láttunk, ez éppen Lembergben történik, egy kis busz, ugye ez új divat, hogy a mozgósításért felelős tisztek, a toborzó tisztek újabban kis buszokkal járják a városokat, a településeket, és abba próbálják betuszkolni azokat, akiket az utcán sikerül elkapniuk. Itt is egy ilyen jelenetet láttunk, ugye próbál a védtelen fiatalember küzdeni, de hát túlerőben vannak a telepruhában lévő katona toborzó tisztek, és nyilván a túlerő győzés beviszik őt a toborzó irodába, ahol pillanatok alatt, néhány óra leforgása alatt döntenek is a sorsáról, átesik az orvosi vizsgálaton, és következő reggel már Rovnóban, egy katonai kiképzőtáborban találja magát. Na de az ügy innen fordulatot vett. Tudni, Lita, akit Lembergben ilyen erőszakos módon mozgósítottak, ő egy ismert lembergi önkéntes, aki az ukrán hadsereget segítette egyébként a hátországból, Kirill Taran a neve, és az ukrán emberi jogi biztos is foglalkozott az ügyel, fölhívta a figyelmet arra közösségi posztjában, hogy teljességgel megengedhetetlen az ilyen erőszakos reakció az utcán, amikor katonai behívót sem írnak ki, hanem egyszerűen csak erővel bepakolják a buszba, elviszik. Gyakorlatilag az orvosi vizsgálat sem úgy történt szabályszerűen, hogy történnie kellett volna, ezért a Lembergi megyei katonai parancsnokság vezetője jelezte is, hogy egy újabb orvosi vizsgálatot lefolytatnak, illetve egy belső vizsgálat is indul, hogy mennyire volt törvényes, egyébként sem ennyire, az a módszer, ahogy az utcán elkapták és erővel elvitték. Ez a lembergi eset, és a kárpátaljai eset is hatalmas média visszhangot kapott, ez pedig Huszt városában történt. A helyi toborzó közlése alapján illegális határsértésen kaptak egy fiatalembert, ezért beszállították a huszti regionális toborzó irodában, ahol több napig tartották, elvették a telefonját, nem tudott kapcsolatba lépni a szeretteivel, a családtagjaival, és végül a kórházban kötött ki ez a fiatalember azért, mert a mosdóban fölvágta az erejét, tehát öngyilkossági kísérletet követett el Huszton. Videófelvételek is jelentek meg, amit már a barátnője osztott meg a kórházból, látjuk a agyonvert fiatalembert, egyéb testrész nincs a testén, véraláfutásokkal teli a cipője, a pólója, ruházata, vérfoltokat tartalmaz. A videón az is látható, ahogy ügyvéd is fölkeresi, illetve már a toborzóiroda munkatársa is megjelentek a helyszínen, és hát egyeztetnek a további jogi lépésekről, mert hogy a hozzátartozók, a családtagok nyilván perre viszik ezt az esetet, hogy öngyilkosságba hajszolták a fiatalembert, ráadásul a barátnője azt állítja, hogy a határőrség értesüléseivel ellentétben nem illegális határsértésen kapták, hanem egy másik kárpátaljai városban, Nagyszőlősön, a kisváros nevét viselő szállodában ráncigálták elő, és vitték be erővel a toborzó irodába, ahol ráadásul az aláírását is a fiatalembernek meghamisították. Nyilván eljárás fog indulni, ezt már jelezték a kárpátaljai illetékes hatóságok, és a nyomozás, illetve a vizsgálat hivatott pontot tenni az ügy végére, hogy pontosan mi is történt ebben a konkrét esetben. Dmitro Lubinec emberi jogi biztos még ezen videó kapcsán hozzátette, és ismételten felszólította a toborzó irodák
parancsnokait, munkatársait, hogy tartózkodjanak túlkapásoktól, és a toborzás során próbálják betartani a hatályos szabályokat, már pedig a hatályos szabályok alapján fizikai erőszakkal senkit sem vihetnek be a toborzóirodába, de hiszen ezt maga Volodymyr Zelenszkij államfő is kijelentette, hogy furkósbotokkal, erőszakos módon, antidemokratikus módon senkit nem fognak mozgósítani, de valamilyen oknál fogva a toborzóirodák munkatársai rendre túlkapásokat követnek el. Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is szeretettel, Gyuri. Hát tragikus híreket hallottunk, meg láttunk olyan képsorokat is, és sajnos tudjuk, ezek már mindennaposak. Más szempontból tragikus látvány tekintve, de hogy a áldozatok, a katona áldozatok kapcsán most azért kiszivárogtak azok, hogy milyen lesz pontosan Kijevben majd ez a park, ez az emlékpark, és egyben talán temető is. Erről mit kell pontosan tudni? Igen, van egy ilyen terv, és a kormányfő Denis Mihal beszélt erről a napokban részletesebben, sőt a projekttervet is a nyilvánosság a média elé tárta, a fotókon, tervrajzokon bemutatták, hogyan néznek ki ez a Nemzeti Emlékpark. Amit jelenleg tudunk, hogy ez Kijev mellett kijevi járásban fog megvalósulni, a fényképeken látható is a tervrajz. Nyilvánvalóan nem itt lesznek eltemetve a katonaáldozatok, hiszen őket kiket a saját közösségükben, szülőfalvaikban, városaikban temetnek el. Ungváron is tele van sajnálatos módon a Kálvária sírkert, de ebben a nemzeti emlékkomplexumban valamennyi ukrán katona áldozat nevét felvésik majd emléktáblákra, tervek szerint, régiók szerint, és ez a nemzeti emlékpark majd emlékeztet arra a szörnyűségre, arra a katasztrófára, amit hát Ukrajna most már 2 éve kénytelen átélni. Gyuri, a hétvégén 16 határsértőt elfogtak, ők pont Magyarországra akartak átszökni. Hogyan történtek ezek? Az elfogásuk egyébként hogyan történt, és mit lehet róluk tudni pontosan? Igen, nem messze a magyar határtól Nagybégány, kárpátai település külterületén értéktetten őket a határőrök. 16 katona köteles szemét állítottak elő, 12-t elsőre, és utána drónokkal még további 5 szemét felfedeztek, köztük a közvetítőt is, aki összesen 111 ezer dollárt keresett volna. 111 ezer dollár, azért ez komolyabb összeg, hogyha úgy nézzük, akárhogy is, mert ez a komoly pénz. Milyen arányban lehet egyébként tudni azokat, hogy hányan próbálnak átszökni napi átlagban mondjuk Magyarországra a szigorított határőrizet ellenére? Erről van-e bármilyen adat? Pontos adat nincs, azt tudjuk, hogy tavaly 2023-ban mintegy 20 ezer szemét kaptak el illegális határátlépés következtében. Hát nyilvánvalóan emellett a szám mellett sokan vannak, akiknek sikerült is az illegális határátkelés. De Kárpátalján gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valakit a zöld határon ne akadályoznának meg ebben. Ha ilyen magas pénzösszegről van szó egyébként ezzel kapcsolatban, akkor lehetséges, hogy erre már egy egész ágazat alapoz Ukrajnában? Egész biztosan, hiszen gyakorlatilag látjuk, hogy több ezer, jó esetekben akár 5-10 ezer dollárt is elkérnek egy-egy hadköteles korútól. Ezért főleg a határmenti térségekben is, ugye Kárpátalja ilyen, hiszen 4 uniós tagállammal határos, itt gyakorlatilag egy kisebb embercsempész hálózat foglalkozik ezzel a jelenséggel. És értelemszerűen ezek az emberek ugye azért menekülnek, mert nem akarnak egyszerűen bevonulni katonának, ezért próbálnak átkelni a Tiszán, a hegyekben, a zöld határon. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked ma is, hogy itt voltál velünk, holnap folytatjuk.